első ránézésre nyugodt, megfontolt, mégis pezsgő élet van az alamegyei Teskándon. A település közvetlenül Zalaegerszeg mellett van, ám képes külön működni és élni. A kisfalvas térségben ez az egyedülálló földrajzi és gazdasági tulajdonsága teszi különlegessé Teskándot. A falu története régre nyúlik vissza, hiszen szinte egyidős a szomszédos megyeszékhellyel. Török eredetű település, mint a neve is mutatja. De most a történészek igazán nem tudták megállapítani, hogy egy török vezérnek a nevéből, vagy a török nyúlszócskának a kicsinyítő képzős alakja a település. Egy utcája volt hajdan a településnek, ez az utca most a Petőfi utca név, amin a Porszombati út megy. Igazán a 60-as években indult el nagyobb fejlődésnek, előtte ilyen harmadrangú mezőgazdasági településnek mondták, úgy írják a történészek, és a 60-as években, amikor Göcsej villamosítása kezdett befejeződni, illetve téglagyár megépült, akkor kezdtek az emberek ide telepedni, de ez egy mindig is egy major jellegű volt, és ezért is fakad az, hogy nincs a településnek igazán egy régi hagyományos falu központja, mert ez egy majorból fejlődött ki egy nagyobb településé. Milyen funkciója volt akkor a településnek, hiszen Zalaegerszegnek is majdnem abban a korból származik az első írásos említése, tehát majdnem mondhatjuk azt, hogy egymás mellett nőtt fel a két település. Igen, gondolom, hogy ez így lehet, ez egy mezőgazdasági terület volt, köles termeltek, rózsot, tehát egy harmadrangú település volt, hiszen tudjuk, hogy azért itt elég agyagos a talaj, illetve állattartással foglalkoztak. Szerintem egy ilyen mezőgazdasági bázisa lehetett a városnak, vagy egy ilyen valamikor, ha azt mondom, visszamegyünk a török idejéig, akkor lehet, hogy a töröknek itt volt a sátortábor, amikor ostromolta Egerszeg városát. Polgármester asszony említette már, hogy téglagyár épült Teskándra. Ez a téglagyár aztán sokáig a település húzóereje volt. Így van, 2005-ig a téglagyár először ugye magyar állam tulajdonában volt, aztán privatizálták, aztán bezárták ezt a téglagyárat, mert nem tudták fejleszteni, de szerencsére ez a település fejlődését nem vetette vissza, mert nagyon sok vállalkozó úgy gondolta, hogy az infrastruktúra annyira teljes a településen, itt vagyunk a főút mellett, itt vagyunk a városhoz, hogy logisztikailag jó ide kitelepülni, és elég sok vállalkozó hozta ide ki a telepét, és hozza ki a mai napig is. Azért egy ekkora üzem megszűnését nem sok település tudja túlélni, nemhogy így átvészel. Tervezés kérdése, sok minden. Tehát azt hiszem, hogy hosszú távon kell gondolkodni, pályázatokat úgy kell ütemezni, úgy kell a vállalkozókkal tárgyalni, hogy ha egyszer is az önkormányzat pályázatokkal tud önmaga fejlődni, akkor a vállalkozóknak is lehetőséget kell arra biztosítani, hogy ők is megismerkedjenek a pályázati lehetőséggel. Minden évben tartunk egy vállalkozók estjét, ahol összehívjuk a vállalkozókat, elmondjuk, hogy a kis iparűzési adóforintjaikat mire költöttük, és milyen lehetőségek vannak a következő évben. Ez egyre népszerűbb ez a rendezvényünk. Az iparűzési adóbevételekből többek között a pályázati önrészeket fedezik. Így fenntartható a falu fejlődése, bár nehéz időszakok mindig vannak. Azt kell mondjam, az idei év azért ez sokkal nehezebb, mint az előző évek voltak, azért most nagyon sok elvonás volt az önkormányzatoknál, de most is próbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy a kisebb mértékben is, de tudjunk valamit, akár infrastruktúra, akár egyéb humán pályázatot csinálni és fejleszteni. Ön most már több éve regnál ebben a pozícióban. Milyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani, és mennyi pénz jött a településre? 2002 óta vagyok polgármester a településünknek. A lakosságszám növekedése magával hozta az intézményrendszer bővítését, tehát első körben ebben indultunk. Felújítottuk a sportöltözőt, mert van egy nagyon jó foci csapatunk, van egy jó civil életünk a sportegyesületnél. Második körben uszodát, óvodát építettünk, harmadik körben fejlesztettük az iskolát, próbáltuk felújítani, arra is pályáztunk többször, felújítottuk az orvosi rendelőt, temetőt ravatalozott, tavaly például a temető parkolóját, a temetőkertet raktuk rendbe, közösségi házat építettünk, és egy nagyon jó civil kezdeményezést támogattunk, mely szerint a hitéletnek is teret biztosítottunk, és egy új katolikus templomot sikerült szentelnünk tavaly. Mivel a település nem rendelkezett 8 osztályos általános iskolával, ezért a nagy társadalmi összefogással 1987-ben kezdődött meg az iskola építése. 1995-re a tornaterem elkészültével lett teljes a 8 osztályos iskola épület. A községnek van napközis otthonos óvodája is. A környező településekről ide járnak a gyerekek. 2005-ben költözhettek a gyerekek az új tanúszadás óvodába, 2006-tól pedig egy csoporttal az iskola tantermének átalakításával kezdte meg működését a bölcsöde. Önmagában az is ritka, hogy egy ekkora településen saját általános iskola, óvoda és bölcsöde működik, az viszont a megyében is egyedülálló, hogy saját tanúszoda van a faluban.
Pályázati pénzből finanszírozták a létesítményt, az óvodát akarták fejleszteni, de mivel a pályázat uszodával együtt volt kiírva, így belevágtak. Jó ötlet volt. Az intézmény 2005 őszén került átadásra, tehát akkor nyitottuk kapuinkat. Ugye fent egy 5 csoportos óvoda működik, itt pedig lent az alaksorban ez a gyönyörű szép tanuszoda. Itt igazából a fiatalokon kívül az idősebbeket is kiszolgáljuk, tehát amikor 2005 őszén megnyitottunk, mi a nulláról indítottuk ezt az uszodát, nem volt semmilyen forgalmunk, és igazából a 8. tanévet zárjuk most, és most azt mondhatjuk, hogy amit kitűztünk célul, hogy minden korosztályt megmozgatunk, és ugye már az ókori görögöknél is az úszás alaptudománynak számított, alapműveltséghez tartozott, most elmondhatjuk, hogy itt nálunk is, mert tényleg meg tudunk minden korosztályt mozgatni, és a 8 év alatt eljutottunk oda, hogy 90%-os kihasználtsággal működik az úszodánk. A legkisebbek, a 3 hónapos kisgyerekek a baba úszáson tudnak részt venni. Minden ősszel és tavasszal indítanak egy-egy csoportot. Épült szauna is, így ezzel is kiegészült a program. Az óvodásokat igyekeznek a vízhez szoktatni, 4 éves kortól pedig már az úszás oktatás a gyermekek egyik legfőbb programja. Ez azt jelenti, hogy egy 6-7 éves teskándi gyermek 3 úszásnemben úszik. Ez persze a szakember gárdának is köszönhető. Ezt az önkormányzatnak köszönhetjük, ugye ő tartja fel az intézményünket, és hál' Istennek a polgármester asszony úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy ő mindenképp egyelőre még eddig úgy vagy fent akarja tartani. Nagyon sok pénzt viszel a működtetés, de úgy gondoljuk, hogy ha ilyenekre fordítjuk a település pénzét, ez hozadék a hosszú távon megtérül, hiszen a gyerekeink befektetett pénz az, amit nem lehet számosítani, nem lehet forintra váltani, de az, hogy fölépítettünk egy ilyen infrastruktúrát, azt fenn is kell tartani, és úgy gondoljuk, hogy ez erre kell áldozni, és azt hiszem, hogy akik kitérnek ezen a településen, ők is így gondolják, hiszen ezért támogatják ezeket a célokat. Az ő munkája is nagyon fontos, mert ő is oktat itt felnőtteket, és igazából 8 évvel ezelőtt még én sem tudtam úszni, meg itt több kolléganő, és ő akkor mondta, hogy itt megtanít minket úszni, tehát én is itt tanultam meg úszni, és ő azóta is önkéntesen, tehát a szabad idejében vállalja ezt be, hogy mindig a felnőtt csoportokat, ahogy jönnek a jelentkezések, mindig oktat egy-egy felnőtt csoportot. A tanúszoda nem csak a köztudatba épült be a településen, hanem a fiatalok tanrendjébe is. Az óvisoknak délelőtt a mindennapi kis délelőttjeikbe, az iskolásoknak pedig a napközibe, azon kívül a felső tagozatosok, akik már nem napközisek, ők meg megint ugyanúgy rendszeresen délután látogatják az úszodánkat. És ezen kívül, hogy itt a helyi 120 óvodás és 220 iskolásunk látogat bennünket, 19 faluval van még kapcsolatunk, tehát óvodások, iskolások jönnek, általában falubuszokkal, vagy mi is tudunk buszt biztosítani számukra, buszt küldünk értük, és ők is rendszeresen jönnek, van, aki már 8 éve, tehát a kezdetektől fogva, és ugye mindenki szeretne még mindig jönni, és mindig vannak újak, tehát sikerül még mindig új falvakat, vagy gyerekcsoportokat becsempésznem, és így ezért vagyunk ilyen sokan, és ezért alakult ki ez a 90%-os kihasználtság. Befogadunk külső oktatókat is, az esti órákban is van külső oktató, aki még oktat, és hál' Istennek Zalaegerszegről is az óvodás iskolás gyerekeket hozzák szülők, és ilyen kis létszámú 6-8 fős csoportokban délutánonként őket is tudjuk oktatni. Nyáron sem áll le az úszoda? Nyáron most táboroztatni fogunk 3 hétig, itt az iskola végeztével. Azon kívül 4 úszó tanfolyamot sikerült még a tábor mellé beépítenünk, úgyhogy most a következő hetekben igazán elmondhatjuk, hogy 100%-osan működünk, mert nincs üres óra napközben. Reggel és este pedig ugye ugyanúgy váljuk szabadúszásra a felnőtteket, sőt a felnőtteknek még 2 fajta vízitornát is biztosítunk. Van egy gyógyjellegű, és van egy aqua fitness, egy pörgőse, úgyhogy itt is törzs vendégeink vannak, és itt is szép számban látogatnak bennünket. Ez azt jelenti, hogy azok a gyógyulni vágyó idősebbek is érkezhetnek. Igen, a igen, tehát itt minden korosztály. Nem csak a településen élők jönnek, hanem akkor azért a zalaegerszegiek is főként, mert a környező falvakból, tehát minden korosztálynak tudunk programot biztosítani. Sőt, a teskándi lakosoknak az önkormányzat csütörtök este bérli a medencét, tehát a teskándi lakosok csütörtökönként ingyen látogathatják az úszodánkat, és élnek is a lehetőséggel, hál' Istennek. A településen nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. A lakókat arra ösztönzik, hogy virágokkal díszítsék az udvarukat. Emellett szelektíven gyűjtik a hulladékokat, és pályázati forrásból komposztáló edényeket helyeztek ki.
80%-ba csatlakoztak hozzá. Természetesen még mindig küzdünk azért az égetésekkel, mert azért mindig van, aki még úgy gondolja, hogy ha ő falul lakik, akkor neki be kell gyújtani a frissen lekaszált füvet, mert ugye nincsenek már tehenek, akiken meg lehetne ezt etetni. De remélem, hogy lesz olyan jövőbeni rálátásunk, vagy oktatási lehetőségünk, hogy mindenki el tudjuk ezt a lehetőséget mutatni. Nagyon nyitott volt rá a közösség, tehát nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Intézményeinkre is helyeztünk ilyen komposztáló ládákat, és reméljük, hogy ez még tovább tudjuk ezeket a projekteket folytatni. Sok településnek okoz problémát az, hogy napközben néptelenek az utcák, és ezáltal egy kicsit kietlenné teszi. Itt Eskendon ez tetten érhető-e? Találkozunk ezzel mi is, hiszen azért mi itt vagyunk Egerszeg közelségében, az emberek nagy része Egerszegre jár dolgozni. Az intézményben, ugye itt van a falu szélén az intézményünk, azért zárt közegben van, gyerekeket szoktuk inkább látni az utcán, illetve hétvégeken szokott benépesülni a kemenceház is, ott szoktak, például termelői vásár is van szombatonként. Mi ennek nagyon örülünk, az az igazság, mert régen ugye volt az iskola, utána lett eléje egy kis kápolna építve, és minden olyan rendezvény, ami közösségi volt, ott volt megtartva. És akkor utána lett a tanácskozó terem építve itt a körjegyzőség mellé, akkor most kettő éve lett a kemenceház, hogy elkészült. Közelmúlt egyik legjelentősebb beruházása a kemenceház volt. Valójában egy közösségi tér, ami az önkormányzat mellé épült. Azelőtt nem volt közösségi ház a településen. Nem is egy olyan jellegzetes zalai település, ami rendelkezett egy faluközponttal, és köré épült annak idején a művelődési ház, a templom, a tanács, vagy akármilyen jegyzői hivatal, hanem egy teljesen más múlttal rendelkező település, és nagyon megörültünk, amikor egy pályázati lehetőség révén végre sikerült közösségi házat építeni a településen, hiszen egy településen nagyon fontos az, hogy legyenek infrastruktúrális fejlesztések, és legyenek az embereknek közösségi terei, helyei, ahol kiélhetik az életüket, ahol életteret tudunk adni annak az itt lévő embernek, aki egy családba tartozik, egy közösségbe tartozik, a hazánkhoz tartozik. A lakosság igényeit is számba veszik egy-egy fejlesztésnél, de nem mindig van arra lehetőség. Hosszú távon kell gondolkodni. Ez a település, ez egy földrajzi adottságokkal úgy rendelkező település, hogy itt van a megyeszékhely közelébe. A lakosság az elmúlt 30 évben megduplázódott. Ez adta azt a lehetőséget, hogy az infrastruktúrát, a közösségi tereket kell bővíteni. Úgy gondoltuk, hogy a pályázatainkban ezek lesznek az elsődlegesek, és amikor ezek megvannak, akkor ezekkel párhuzamosan az olyan közösségi életnek a lehetőséget is megteremtjük, amik már kifejezetten kulturális programokat adnak. Például ugye megépült a közösségi ház, 2011-ben felavattuk, most nyertünk hozzá egy olyan 4 millió forintos projektet, ami szakkörök indítására, klubok indítására, kirándulásokra lehetőséget, tehát úgy gondoljuk, hogy mind a humán erőt is hozzá kell tenni, nem csak az infrastruktúrális fejlesztést. Ez a település, ez ugye, mint mondtam, hogy földrajzilag itt van Zalaegerszeg mellett, tehát nekünk meg kell felelni annak a kihívásnak, hogy a lakosságnak olyan életközösséget, olyan életteret kell biztosítani, ami teljes infrastruktúrát ad, és ez mellett biztosít egy közösségi életet. Sokszor hallani, hogy épülnek pályázatokból közösségi terek, amelyek aztán elnéptelenednek. Itt mi a helyzet, mennyire használják ki a lakók, és vesznek részt ezekben a programokban? Úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 év tapasztalata is azt mutatja, hogy minden ilyen közösségi terünket sikerült belaknunk. Ugye építettünk egy tanúszodás avodát, elkészült az új templomunk, elkészült a közösségi házunk, hogy csak a nagyobb beruházásokat említsem. Itt két kollega dolgozik azon, hogy programokkal legyen teli a ház. A gyerekek iskola után itt vannak, esténként főzőtak folyam, a kemencét kiasználják. Hát maga az elnevezés is úgy indult, hogy a lakosságot kértük meg, hogy adjon neki nevet, hogy ne azt írjuk meg ki erre a házra, hogy IKST, vagy művelődési ház, vagy közösségi tér, hanem valami más nevet adjunk neki, és a kemenceház abból fakad, hogy ebbe a régi 100 éves konyhába van egy régi kemence, és ugye a régi palaszcsaládokban a kemence az a hely, ahol összeültünk, mai napig is a konyhába beszélget mindenki, és akkor ez az egyik fiatalember mondta, hogy akkor nevezzük ezt el kemenceháznak, legyen ez a falunak a úgynevezett konyhája, ahol összejövünk és tudunk beszélgetni.
Az új templom egyfajta közösség kovácsoló erővel is bír. A településen 30 év alatt megduplázódott a lakók száma. Főként fiatalok költöztek be, akik nem mindig találták meg a közös hangot a törzs gyökeres lakókkal. Akik a városról jöttek ki, lakók, azok is inkább most jönnek már ide a templomba, és azért úgy beszélgetés szentmise után, meg úgy köszönés egymásnak, mert sokszor volt az ugye, hogy még elmentünk egymás mellett, nem is köszöntünk, viszont faluhelyen ez egy megszokott dolog volt, hogy üdvözöljük egymást, amikor találkozunk az utcán. Mit mesél az ismerőseinek, a régi barátoknak arról, hogy milyen Teskánd? Én Teskándról csak jót tudok mondani. Teskándért tenni kell, és akkor mindig egy-egy lépéssel előbbre jutunk. Nagy lépésekkel haladtak az elmúlt években. A falu központ a 80-as évek végétől folyamatosan alakult, változott. Új boltok nyíltak, így a gazdabolt, az ajándék és a ruházati bolt, vagy a pizzéria is. Ma már két fodrászüzlet működik, és nőtt az élelmiszerboltok, a vendéglátóhelyek száma is. Az egykori település fölé, mellé a domboldalba új lakók költöztek, egy új falurészt kialakítva. 2005-ben indult az első lakópark építési ütem. Azóta ott minden lakás elkelt, és egy újabb részen építkeznek. Emellett több családi ház is épült, a fejlődés egyik biztos alapja ez a terület. Kb. 89 építési telek várja az embereket, akik ide szeretnének költözni, ez teljes közművel ellátott terület. Sajnos a recesszió nekünk se kedvezett, a gazdasági válság azért mutatja, hogy nem annyi igény van már az építkezésre, de reméljük, hogy azért ez nem lesz mindig így, és a beruházások meg fognak indulni, és akkor itt várjuk azokat, akik itt szeretnének élni, hiszen itt minden közmű adott, van közösségi élet, van teljes infrastruktúra, van egy nagyon jó életközösség, egy jó tér és egy gyönyörű táj. Három évtizeddel ezelőtt 2-3 utca volt a településen, most 16. Míg 1970-ben csupán 115 lakóépülete volt, addig 97-ben már 270 lakást számlálhattunk meg, és ez a szám 2010-re elérte, sőt meghaladta a 390-et. Jöttek Milejszegből, Csonka Egyhátról, Páfiszegből, Kustánszeg, Becsvölgye, aztán akkor jobban jöttek Egerszegről kifelé, amikor a népesség úgy gondolta, hogy most már elég volt a városi létből, és szeretnének valami friss levegőt szívni, akkor elindult a Egerszegről egy nagy kivándorlási ütem, akkor indult a lakópark építkezés, tehát valamikor a 90-es években, tulajdonképpen a rendszerváltás után, és utána került a többi utca sorra. Hát ha magamra emlékszem, én 1985-ben vettünk meg itt a telket, és építettünk családi házat, tehát már akkor lehetett érezni azt, hogy itt növekedni fog a népesség, és itt az infrastruktúrát is úgy kell megbiztosítani, hogy a lakosság ezt meg tudja magának találni, hogy itt tényleg jó életteret kapjon. Említette, hogy a gazdasági válság azért rányomja a bélyegét erre a területre is, hiszen egy idő óta állnak itt már a telkek. Erre van-e valamiféle katalizátor az önkormányzat kezébe, amivel be lehetne indítani itt a folyamatokat, vagy ez teljesen a gazdaság erejétől függ? Igazság szerint elég kicsik vagyunk ahhoz, hogy bármit is tudjunk tenni. Amit tudunk tenni az, hogy megpróbáljuk átvészelni ezt az időszakot, illetve az embereket arra, a marketinget úgy fordítani, hogy azért mi itt vagyunk, jelentkezünk, hogy tudunk, mit tudunk nyújtani. A nagyobb folyamatok katalizálásában egy kis önkormányzat igazán nem tud beleszólni. Tényleg azt tudom mondani, hogy azzal, hogy népszerűsítjük a településen, például itt a Panoráma lakóparknak is próbálunk segíteni, az utcanévtáblákat kihelyezzük, tehát amit mi az élettérhez hozzá tudunk tenni, én úgy gondolom, hogy mi azt tudjuk tenni, illetve örülünk annak, aki valaki építési engedélyt hoz és szeretne ide építkezni, akkor megpróbálunk neki minden segítséget megadni. Noha a gazdasági válság negatív hatásai érezhetők, a településen úgyvélik pozitív hatása is van. Az embereket az összefogásra és az együtt gondolkodásra, az egymásért cselekvésre buzdítja. Van egy jó magyar szokás, ugye mi szerint dögöljön meg a szomszéd tehene is, ha az enyém megbetegedett. Azt hiszem, hogy ezzel a mentalitással nem fogunk előre menni, de most már én azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb összefogás van. Itt falun is érzékelem ezt, és én úgy gondolom, hogy nem mástól kell várnunk a lehetőségeket, nem azt kell várni, hogy majd valaki idehozza nekünk a kilábalást, meg a pénzt, és beönti az ajtón, hanem úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy a szomszédnak mire van szüksége, tudunk-e neki segíteni, esetleg milyen olyan helyi terméke van, amit mi meg tudunk venni, és ezáltal ő neki piacot tudunk biztosítani. Ez kicsiben, nagyba, bárhogy nem kell messze menni, csak vissza kéne nézni az öregeinket, hogy éltek annak idején.
ezért minden héten helyi termékek vásárát tartanak. A környező települések őstermelői érkeznek, egyfajta cserekereskedelem is működik a faluban. Van, aki mézzel foglalkozik, van, akinek tyúkjai vannak, akkor azt tud árut cserélni. Vagy van egy őstermelő, ő tud adni számlát blokk ellenében bármilyen terméket, ennek lehetőséget kell adni. De én olyan szinten gondolom ezt, hogy ezt el lehet abba az irányba is vinni, hogy én például mondjuk német tanár vagyok, vagy valakinek van egy olyan végzettsége, akkor fölajánlja azt a segítségét, és nem pénzt kér érte, hanem ellenszolgáltatás. Most lehet, hogy én egy kicsit futurisztikus jövőképet vázolok föl, de én például már magam is csinálom ezt, mert járok az úszodába önkéntesként úszást oktatni felnőtteknek, mert ez a szakmám. Akkor miért ne adjak egy ilyen lehetőséget? De lehet, hogy másnak más szolgáltatásban van rálátása, akkor azt oda tudná nyújtani a település közösségének. Volt már egyébként akkor önön kívül más, aki mondjuk ebbe partnerként becsatlakozott, kvázi árukereskedelem vagy szolgáltatás cserébe? Igen, csináltunk ilyen, tehát például a kábelszolgáltatóval is olyan viszonyban vagyunk, hogy amit ő tud nyújtani egyik oldalon, mi adunk neki érte helyet cserébe. Tehát nem mindig forinttal és pénzzel kell gondolkodni a jövőben, hanem segítséggel és szolgáltatás kiajánlással, barterrel, nem tudom, milyennek a szakszója, de mindenre meg lehet találni ezt a megoldást. A település az elmúlt évtizedek alatt jelentős változáson ment keresztül. Virágosítottak, működtettek, fejlesztettek és összefogtak. Teskán szerencsés földrajzi helyzete miatt a Göcsej tájegység kapujában sajátos arculatot kapott az elmúlt évek során. A jövőit is ez határozza meg, lakható teret adni az itt élőknek, az ide költözőknek.